Ez már a tizedik gólyabál, amelyet szervezünk, a Jate gólyabálókkal kezdtük, majd ezt a gólyabálra váltottuk 5 évvel ezelőtt. De ez most a nagy összegyetemi gólyabál? Ez már összegyetemi gólyabálként működik, minden kar hallgatóit várjuk a rendezvényre. Hányan lesznek itt? Ezt már így előre tudjátok sejteni? Körülbelül 1000 fő körül lesz a rendezvények kapcsán, és így ilyen esetben fogunk férni a helyszínen. Na most 1000 főnek a megszervezése, rájuk vigyázni, ez borzasztó nagy feladat lehet. Igen, de más csapatunk össze van szokva, a Jate Klub csapata végzi az egész tevékenységet az est folyamán. Mi várható ezen a mai estén? Lesz egy Duma színházas fellépőnk, lesz nyitótánc, értelemszerűen minden évben azzal kezdjük a rendezvényt, Rettor úr megtisztel bennünket köszöntőjével, majd egy 30-20 koncertet fogunk adni 10 órától, éjféltől tombolával, gólyáskúja folytódik a buli, majd pedig hajnalig pedig igazság. Program kínálatból fakadólag mindig más egy picit a gólyabál, minden évben mások a gólyák, újak jönnek, friss arcok, ezért érdemes eljönni egy ilyen rendezvényre. Mindig van egy köszöntő, amit Rettor úr ehők részéről tisztelnek bennünket meg. Ez mindig minden évben hivatalosan lesz akkor zajlani, előtte utána az, hogy a nyitótánc lesz zajlani, Páván át táncsakor. Most csöppentem még be, hát próbálom felidézni azt, amikor gólyaként vettem részt a gólyabálon, de hát nyilván azért a gólyabálok, meg mindenféle ilyen bál, nagyon fontosnak tartom azért, mert az egyetem kezd olyan nagy lenni, hogy a hallgatók kezdik nem ismerni egymást. És az azért baj, mert akkor működik a egyetem, hogyha megvannak a megfelelő hallgatói közösségek, és ez tehát nyilván jól szolgálja egy-egy ilyen bál, úgyhogy én remélem azt, hogy itt a hallgatók majd jól fognak szórakozni, és egy lépés lesz abban az irányba is, hogy a hallgatói közösségek kialakuljanak. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó. Már most többen is. 1000 főt várnak. Úristen, na az jó. Jó buli lesz, csak igen. Jó buli lehet. Tombolát várjuk a legjobban. Ezt akartam kérdezni, miért a tombolát, mi a fődíj? Zalakarosi hétvége. Igen. Egy személyre? Igen, és együtt megyünk, akkor együtt megyünk. Hát milyen két személyes kirándulás, hogy két lány együtt elmegy egy ilyen hétvégén? Hát az abszolút jó hétvége lenne, wellness-elnénk, ránk fér. Igen. És mit vártok még? Ugye itt elég sok minden lesz, hivatalos programok, bemutatók. 30Y koncert, Mogás Dániel. Én személy szerint Mogás Dánielt várom. Mert? Nagyon szeretem a Duma színházat, Kis Ádám, minden, nagyon szeretjük, tényleg. Hát a legalapvetőbb kérdés, még nem tettem fel, gólyák vagytok? Igen, így van. Abszolút. Hát akkor kezdők, kötelező. Itt kell, hogy legyünk. Gólya vagyok az mérnöki karon. Akkor most kezdted az egyetemet. Így van, igen. És hogy érzed magad? Hú, még egy kicsit új a dolog, de nagyon jól, köszönöm. És mit vársz ettől a bulitól, mert hogy ugye ilyen még nem voltál? Ettől a bulitól elképzelésem sincs, még remélem, hogy jó lesz. Nem tudom. Legendákat még nem hallottál a híres szegedi gólyabálokról? Nem nagyon. És a programok közül mit vársz a legjobban? Talán a Duma Színház, ami most közel áll hozzá. Jó bulit legfőképpen. Rátok fér? Szerintem igen. Sokat kell tanulni még, ugye elég az elején vagytok. Hát igen, sokat kell olvasni, sok a kötelező, de majd ez kialakul szerintem később. Milyen szakra jártok? Kommunikáció. És te? Mindannyian. Kommunikáció szakosak vagytok mind? Igen. Történelem régészet szakra. És hogy érzed magad? Nehéz? Sokat kell tanulni? Hát olvasni sokat kell, meg egyébként tanulunk is. És hogy érzed magad most itt az első gólyabáladon? Hát nagyon jól érzem magam, még nem indult be igazán a buli, de
várjuk a nyitótáncot. Nyitótáncot várjátok? Igen. És mi, mire, mi az, ami, mi az a program, amit még kiválasztottam? A színházra nagyon kíváncsi vagyok. Sokan várják. Igen.